Hogy kezeljem a vállalkozásom pénzügyeit? Nyissa egy külön folyószámlát, és azon belül egy megtakarítási számlát is. Oké, okay. és aztán? Aztán, ha pénz érkezik a számládra, tedd át a vállalkozásodnak a fix havi költségeit a megtakarítási számlára, mint például a szoftver előfizetések, az egyéni vállalkozási költségek, stb. Utána fizes magadnak amennyit szánsz, a maradékot meg hagyd bent a vállalkozásban, és forgasd vissza bele. Értem, ezt adom. Végre fizet az ügyfél, de mégis.